láthatóan márciusban szavaz az országgyűlés, a pályázati feltételeket pedig valószínűleg április elejéig teszik közzé. Segíthet a közlekedési cégeknek, így a BKV-nak is az a javaslat, amely júliustól kötelezővé tennék, hogy a munkáltatók kifizessék a dolgozók helyi és helyközi bérletének 86%-át, állítja a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Vitézi Dávid tegnap az estében azt mondta, arra számít, hogyha a törvényt elfogadják, többen vásárolnak majd BKV bérletet. A munkaadók viszont tiltakoznak a többletköltség ellen, mert szerintük emiatt romlik a vállalkozások versenyképessége. 145 ezer utas érkezik naponta a nyugati pályaudvarra. Közülük minden harmadik a munkája miatt ingázik, nekik havonta meg kell venniük a dolgozói bérletet. Így akár 10 ezer forintba is kerülhet, ha be akarnak menni a munkahelyükre. Miskolcon is sokan ingáznak, a helyi bérletet itt sem a munkáltató fizeti. Barna György kisvállalkozó azt mondja, a javaslat értelmében havonta összesen 120 ezer forint többletkiadása lenne a dolgozói után. Ennek az is súlyos következményei lesznek, meg nem tudom, végig gondolták ezt. Hát egyszerűen arról van szó, hogy még a kötelező bérkompenzációt se bírtuk kigazdálkodni. Eddig csak a távolsági utazást nagy részét kellett fizetni a munkáltatónak, de maximum 30 ezer forintot. Az új javaslat szerint júliustól a dolgozók távolsági és helyi bérletét is állnia kell a cégeknek, függetlenül attól, hogy ez mennyibe kerül havonta. A munkáltatók tiltakoznak, a VOSZ főtitkára szerint rontja a versenyképességet a javaslat. Azt gondolom, hogy ilyen minimálbér emelés mellett, ami Magyarországon 2012-ben megvalósul és megvalósult, nem lehet az üzleti szférára terhelni a közösségi közlekedés összes költségét. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója arra számít, hogy ezután sokkal több bérletet adnak majd el. Vitézi Dávid pénteken az Este című műsorban azt mondta, a javaslat segít a közlekedési társaságoknak, és szerinte ez nem veszélyezteti a munkaadókat. Ma 100 emberből 30 használja a tömegközlekedést az agglomerációban, és 55-60 Budapest határain belül. Ez egy versenyképességi hátrány, ezért több az autó, több a levegőszennyezés. Ezzel meg lehet akadályozni. A személyszállítási törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Ha a képviselők elfogadják, júliusban léphet hatályba.